Tankapécsi Széchenyi téren tavaly októberben az 1956-os forradalomra emlékezett így a város. Most tankokat vesz Pécs, köztük ilyen T-54-eseket, hogy haditechnikai parkot alakítson ki Tüskés réten. A Városgazdasági Bizottsága szerdán tárgyalt erről. Ki volt a személyi felváró ennek a hadiparkos ügynek? Hogy ezt megtudhatnám, ez elképesztően nagy boldogságot. Ezt kérdezte a szocialisták képviselője, aki ellenzi a tervet. Gulyás Emil szerint a haditechnikai park létrehozása csak bizonyos embereknek lesz jó. Honnan veszik, meri valaki azt állítani, hogy ez nem korrupció? Mikor lerívul a kilóval ólát, nem kilók, hát aki azt mondja, hogy ez nem korrupció, az hazudik. Ráadásul tönkreteszik majd a területet, mert tankok fognak közlekedni a Tüskés réten. Ez a bizottsági elnök szerint nem igaz. Az előterjesztések tartalmazza, hogy itt tényleg nem tudom milyen második világháborús ütközeteket fognak szimulálni újra, és itt nem tudom, tucatjával fognak rohangálni a harckocsiknek tankok, meg csapatszállító. Meg nem tudom, esetben itt repülőgép beszerzésről is lesz szó, hát gondolom, hogy nem tudom, szüntek bombázásra se fog sor kerülni. Végül elfogadták, hogy kiírják a közbeszerzést a hadieszközökre, vagyis tankokat, vadászrepülőket, harci gépeket vehet a város. Szabadtéri nagy területen, egy körbekerített területen fog helyet foglalni ez a park, ahol különböző ilyen haditechnikai és harcászati eszközök kerülnek bemutatásra, ezt be lehet járni, tehát ilyen interaktív jelleggel, ugye ezeket ki is lehet próbálni, nyilván a biztonsági előírásoknak a szigorú betartása mellett, tehát ezek egy hatástalanított eszközök lesznek. Így semmilyen veszélyt nem jelentenek majd, mondja a bizottsági elnök. Összesen 250 millió forintból vehet tankokat, harci repülőket, eszközöket az önkormányzat. A 80-as évek végéig használt haditechnikai gépek kerülnek majd a parkba, ahol egy épületben a katonák a laktanyai mindennapjait is bemutatják. Várhatóan egy év múlva nyit a haditechnikai park a pécsi Tüskés réten.